Na csácsom, hogy sörtész a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, hát akkor folytatjuk innen ezt a My Summer Car, mert nagyon bejövős. Munkát kellett volna ugye vállalnunk. Viszont valami gond van gyerekek, mert itt... Ide kellett volna fát szállítani, ugye? És az miért szűnt meg az a meló? Éjszaka nem lehet, vagy pedig egy ideig tart csak az a munka? Na mindegy, nagyon szomjasak vagyunk, nagyon fáradtak vagyunk, nagyon kéne pisilnünk, és nagyon éhesek vagyunk. Kevésbé vagyunk éhesek végül is. Arra gondoltam, hogy... Ja, mondtátok, hogy szaunáznom kellene, és akkor az nekem jó lesz. És akkor meg tudok ugye tisztulni. Azt írtátok, hogy izével nem tudok tisztulni. Ja, így tudok inni, de jó, figyeld, ó. Arra kell hajolni, aha. Ez jó, de így meg nem igazából tisztulni. Nem tudsz tisztulni, csak izével. Csak szaunával írtátok. Ja, én mondtátok azt is, hogy írtatok egy csomóan, hogy nézzek különböző videósoktól különböző videókat, azt akkor az úgy jó lesz nekem. Hát nem akarok, én játszani akarok, nem megtanulni érted egyből, hanem rájönni a dolgokra. Mondtátok, hogy izé, hogy ezt kellene művelnem. Ja, akkor inni érdemesebb ugye csapról ide-haza. Jó, hát ezt jó tudni. Oké, ez megvan. Ezt ki lehet önteni, és akkor elvileg írtátok, hogy meregessem ezt a cuccot arra a cuccra, és akkor tisztulni fogok. Aha, működik. Megírtátok, hogy F-fel használjam. Aha. Kilöttyentettem, de nem nagyon akar jó lenni. Nem nagyon csökkent a... Mi? Magamra öntözzem? Hát erre kéne ráöntözni, nem? Micsoda maga... Jézus Isten, ezt feldobta a levegőbe. Aha, nem jó célzok. De mi a szar? Nem találom el. Egy hülye. Nem oda célkeresztre céloz. Lepattanik róla, most ez itt valami nem stimmel? Simán lepattanik róla. Itt valami baj van gyerekek, nem működik rendesen. Nem tudom beleönteni, hogy kell? Ilyen itt van, itt a hőfok-e? Kevés, nem? 20 fokon be kéne tenni az ajtót, vagy mit kéne tennem? Mert ebbe hozok még vizet, mert úgy látom, hogy ezt elcsöztem. Betesszük az ajtót, lehet, hogy egy kicsit fel kell fűteni. Elmosztáltad, fötekerted maximumra. Legalábbis remélem az a maximum. Várja. Ez keményen 30 fokon van és nem nagyon emelkedik. Tekerjünk rajt. Működik ez az óra egyáltalán? Na hozom a vizet, megnézzük. Itt teszem az ajtót. Gyerekek, itt baromi hideg van, nem? Szerintem ezt nem jövök fel. Nem önti bele. Mellé öntözi. Mindenképpen lepattan róla. Ez valami faj a gyerekek, ez nem működik.
Jó, én ezt kikapcsolom, mert ez úgy látom nem működik, nem is akar följebb menni ugye a hőmérő. Hát ezt majd megírjátok, nem tudom, nem döglök meg attól, hogy koszos vagyok. Jó. És akkor ezt szépen leteszem ide a földre. Aztán majd megírjátok, hogy mit nem jól csinálok, jó? Viszont akkor annyi, hogy pisilnom kell. Pisiljünk ide. És éhesek vagyunk egy nagyon picit, de szerintem inkább alszok egyet, jó? Ezt akkor holnap folytatjuk, mert úgyis sötét van, és akkor szereljük össze tovább a Verdát. Kaján pián van. Gyorsan. A végét nem nagyon akarja kiadni magába. Nyomni kell. Ez tiszta ilyen valósághű, kell egyet nyomni rajt. Ez az, megtörtént. Jó, menjünk aludni, srácok. Az a baj. Ez gadrob. Az a baj, hogy éjszaka nem nagyon lehet dolgozni, várjál. F-fel, jó. Na most meglátjátok, milyen sokat alszik. Elvileg olyan 11 óra van. Szerintem alszik délig kb. De ezt nem lehet megszakítani, de? Na, fölkeltünk. Pislantunk kettőt. Nagyon köpnek a legyek minket. Hány óra van? Baszony, ez a csávó az mindig délig alszik, hallod? Ez kemény. Jó, oké. Akkor. Együnk egyet, kocsiba elvileg van kaja. És akkor tökéletesek vagyunk, csak annyi problémánk van, hogy bürösek vagyunk és köpnek a legyek. Meg hogy dörög az ég. Na, ezt összeraktuk kb. Jól. Szerintem megpróbálom még egyszer ezeket a lengőkarokat berakni. Vagy a lengőkarokat, féltengelyeket. Nekem az gyanús, hogy ezt nem sikerült nekem berakni egyébként. Nekem marha gyanús. Na mindegy, megcsináljuk a hátulját is. Furcsa, hogy egy-két alkatrész az így hiányzik. Hol van az emelőm? Dörög az ég rendesen. Ha munka lesz, akkor ma fogok vállalni. Legyen az egy kis money. Betesszük hátra. És akkor megcsináljuk a hátulját is, jó? Középre. És akkor hadd menjen fölfele. Hátulja szerintem nem lesz olyan bonyolult, és akkor be tudom lökni ugye a garázsba, ott is tudok be dolgozni. Bár sok értelme nincs a garázsba belökni szerintem. Jó. Ennyire elég is talán, vagy még inkább. Érdekesek az árnyékok néha, hogy mi ez a szor? Mi az is kocka? Mi az a pöttyös valami csoda? Gyerekek, mi az az árnyékrendszer itt? Mondd, hogy nem furcsa. Eső akar lenni? Ez eső akar lenni ilyenkor? Vagy mi? Furcsa a grafika, nem? Vagy pedig a izé, hogy a felhők mennek a nap előtt, hát átmentő is szoknya kockásba, vagy ez a hülye lámpa? Várja, lekapcsolom. Nem a lámpa, nem tudom mi a rákez. Jó. Hátsó cuccokat hátra hordjuk, jó? Ez a jobb oldali. Ez nekem nagyon idegesítő. Nincs olyan grafika erre. Nem látok olyat, nem? Nagyon remélem, hogy csak az időjárás miatt ez a szar. Jó. Bal oldali. Ez az. Ez a dobfék, ugye?
Összerakjuk az egész kocsit gyakorlatilag, csak a motort hagyjuk a végére. Írtátok, hogy a motor összeszerelése ilyen nehéz lesz, olyan nehéz lesz. Nem fogom tudni összerakni, mindenképp nézek tutoriálokat róla. Hát nem akarok róla nézni tutoriálokat, én azt akarom, hogy magam jöjjek rá. Majd segítetek, hogyha nagyon nem megy, akkor elmegyünk közbe dolgozni. Most nem mindig itt kell héderezni, érted? Így izé. Rugó, rugó! Csillapítók, mindent kiviszünk, ami oda hátra kell, aztán összedobjuk. Na, kisütött a nap. Nem tudom, ez valami szar izé volt. Árnyék probléma. Szerintem a felhő ott volt a... izé előtt. Igen, ezek a legyek, ezek idegesítőek, piros vagy. De nem jöttem rá, hogy kell zuhanyozni, úgyhogy sajna. Csillapítók. Csillapítónál nincs, nem számít melyik oldal? Nem. Vagyis gátlók, mondhatjuk úgyis. És láttam, van itt egy kalapács bent, szerintem a kasznit azzal kell majd hirigölni. Most egyelőre nem. Először ne legyen fenn a négy kerék. Ez akkor az úgy jó lesz. Itt az, az elej... Hú, gyerekek, összedobom, komolyan mondom ezt az autót mindjárt. Na nézzük, miket kell sorba. De én azt mondanám, hogy ezt a lengőkarszerű csodát kéne. Aha. És ott van egy csavar. Na, idehozom a izét. Kulcskészletet, hátra most. Ki kéne nyitni. Jó, és benn van az összes kulcs. Kezdjük akkor mondjuk egy ilyen tízes környékivel, mindig jó. És akkor megyünk fölfele onnan. Köpnek a legyek, bocs gyerekek. 11. Tizenkettő. Szinte... aha, jó. 12-es, akkor berakjuk a másik ódat is. Szerintem ezután a lengés csillapító kéne. Berakom a másik oldalt is, pillantás. Ez a rozsdát nem tudom, hogy kell tüntetni. Láttam ilyen képeken. Ilyen fullos autó volt, nem ilyen rozsdás szar. Lekifestem, azt jó lesz vajon? Ezt ide lehet rakni, de szerintem be kéne rakni a gátlót, nem? Hm? Ez itt lóbálja a kezébe. Ott volt. Aha, jó. És akkor a rugót is rá kéne húzni. Ahogy a rugót kell volna először? Uh-huh. Itt ezt elbasztam. A rugót aha. Nem mindegy, hogy rakod össze, basszus. Ott volt. Mi a szor ez? Hogy van ez? Nem is ugyanoda megy a izé? A gátló meg a rugó. Ez érdekes. Jó, ők tudják. De csavarozni nem kell valamit, basszus. Nem valami jó kalátási viszonyok. Nem lehet valahogy benézni a... aha, be lehet. Aha, be tudod dugni a fejed, bazze, de jó. Azt nézem, hogy itt van csavar. Ez ide be van feszülve. Tetején? Tetején lehet? Gyerekek, beköszönöm a verdába még a végén. Aha, ott van a csavara. Ja,
Jó, ott van a csavar. Összerakom mind a kettőt, azt akkor megnézzük. Hát nem tudom, alul van a csavar neki, majd ki szíjjásik. Mi, hogyha ha nem jól csinálom. Dörög az ég. Nem mindig jön elő az a szar, hogy hol kell rakni. Majd rakom a gátlót, azt nagyjából tudom, azt itt középen volt, nem? Mi a szar van ilyen? Most milyen, ilyenkor miért nem engedi berakni? Nincs megcsavarozva a másik oldal, vagy mi? Ha mindegy, vigyünk akkor kulcsot, hát nem tudom, hogy melyiket kell. Tök jó, hogy be lehet hajolni, ez jó. Ez tetszik, de szerintem ide egy nagy csavar kell majd. Itt 13-as sem megpróbálkozunk. Ennél is nagyobb. Ne basszál ki velem, ekkora csavar nincs is a világon. Tizenegyes néztük? Éj, bazze! És ez valami hülyeség? Most mi? Most én cseszek el valamit? Nehogy már ne legyen jó. Egyik se. Ilyen kicsit... miért kellene a toronyba ilyen kicsit... izé... kulcs. Csavar. Valami nem stimmel, már kezdek ideges lenni. Nyolcas. Hát itt valami nem stimmel. Aj, gyerekek. Menjünk 14-estől lefele. Csak az a baj, mindig fel kell, le kell googolni. Egy. Ez nem jó, ugye? 14-es nem jó. 13-as. 13-asat flippeltem volt, de tuti, hogy megnéztem a 13-ast. És nem jó. 12-es. Nem nézted meg a 12-est, ez halál komoly? Megőrülök. Na nézzük. És ezt miért nem engedi berakni? Hát mindegy, hova nézel, atya úristen, hát pontosan oda kell, oda. És akkor ezt meg így a közepére? Ez kb. Itt kell, hogy legyen. Jó van nálam, ez mi ez? Szóval, jó hát. Nem akarja bevenni, nem tudom miért. Csináljuk a másik oldalt, mielőtt még megvadulunk. Oké. Okay. Aha, ide kell az a nagy csavar. Az meg mennyi volt? 13-as volt? Azt hiszem, hogy 13-as volt az a nagy. Jó.
Nem, ennél még nagyobb. 14-es. Oké. Földobhatom a kereket is. Alakulunk, Érdekes, hogy nem hívnak telefonon. Miért nem hívnak telefonon? Ez a jobb oldali. Meg ott van a bal oldali. Akkor három kerék már fenn lesz, az izék fenn vannak. A futóművek. Na várjál már, vedd fel a kereket. Ja, ez a jobb oldali, a másik a bal oldali. Nem, mint hogyha nem lenne mindegy szerintem. Hát ők tudják. Az végre. És ez meg mennyi volt? 13-as volt? Ez is vagy hányas volt? Aha. Jó, azt legalább tudja az ember, oké. Ja nem, az a középsőt akarom csavarni, hogy vagy? Akkor ez 10... Ez meg 13-as volt, úgy emlékszem. Az a baj, hogy nem egyszerre csinálom. Hú, srácok, nem tudom, hogy mi lesz. Remélem, hogy sikerült meghúznom minden csavart, vagy volt, vagy nem volt ott már több csavar. Majd alátnál ezek, hogyha belököm. Átnézem csavarügyileg, vagy nem tudom, mit csináljak. Ezzel ugye be tudunk hajolni a Verdába. Aha, ott van egy csavar, More. Ott van egy csavar. Ott van egy csavar a lengés csillapító alatt, és az valami 10-es környéki. Vagy még kisebb? Nyolcas. Nem, hát lehet, hogy nem férek oda, az a bajod. Nem pici lennél. Hetes. Csalóka már olyan kicsinek látszik. Megnézzük, egy 13-as, 12-es néztünk, ugye? Jó, lehet, hogy nem férek oda, nem tudom. Na. Oké, mindegy, akkor ennyi megvan. Megvan ez is húzva, jó. Másik oldalt nem tudom, miért nem tudom berakni a lengőkart. Ezzel még itt egy kicsit szenvedjünk. Hogy lengőkart, csillapítót, mit beszélsz? Sehol nincs olyan, hogy... Hol volt? Ott volt valahol a rugó környéken. Ó, itt volt, gyerekek. Zugnak a legyek. Hogy volt? Végre, bassz. Komolyan mondom, szívroham. Na, ezt lehet, hogy megnézem úgy, hogy nem rakom fel a kereket még. A torony az mennyi volt? Ki emlékszik rá? 12-es, ugye? Úgy emlékszem, 12-es. Megnézzük. Aha, ilyen távolról is lehet, akkor nem az volt a baj, hogy távol voltam az előbb. Na ugye itt még, akkor elvileg van itt alul egy csavar. Csak baromira nem látni rá, ott van a. És ez vagy akkor nagyon kicsi, vagy nagyon nagy. Aha, mindjárt akkor megcsináljuk másik oldalt, és jól van. Akkor ez frankó.
És akkor kerekeken áll a Verda gyerekek, király mód van. Hol volt ez a másik oldalon? Jó. Kereket feldobom, vagy oféket feldobom, kereket feldobom. Ide kell egy 13-as. Elvileg. Ide kell egy 13-as, 12-esek a kerékcsavarok. Aztán kész. Ala Verda, mint Katiba a gyerek. Nem 13-as? Pazza, esküvő. Nem azt vettem ki. Tizennégyes és 13-asok a kerékcsavarok? Azért itt lehet makizni egy csomót, úristen. El lehet szarakodni, mi? Gyerekek. Indexeket mindent be kell rakni. Mi van, hogyha nem? Egyébként mi van, hogyha nem csinálom meg teljesen? Mármint csak egy működőképesre csinálom, de nem tudom műszakira vinni, úgymond, na. Nem csinálom olyanra, hogy ez nagyon jó legyen. Akkor attól még tudok vele közlekedni, nem baj? Nem baj, hogy nincs például hátsó lámpa, meg ilyesmi. Ja, és írtátok, hogy a izéket nem... Ja, meg a motort mondtátok, hogy a motort azt tudom használni, csak meg kell nyitni a benzincsapot, úgyhogy ott csesztem el. Jó, gyerekek, azon gondolkozom, a kalapácsot ki kéne hoznom. Féltengelyek zavarnak, hogy nincsenek benn. Meg a kormány összekötő, meg ilyen hülyeségek. Na. Nézzük a kalapácsot. Hol vannak ezen horpás? Itt például van rajt. Ezt hogy használom? Ha jobb gomba, jó. Megnézzük, hogy ez működik-e rá. Ajaj, ezt a másik oldaluk kéne kikalapálni. Na, hajoljunk be! Innen kéne kiütni. Be kéne szállnom? Vagy mi legyen? Hű, gyerekek, ezt jobban elhorpasztottam, mint volt. Megpróbálok belebújni. De oda hogy fogok bebújni? Sehogy szerintem. Ez jó, jó, ezt tönkretettem inkább. Úgy tűnik, mint a, nem úgy tűnik, mint a bármi változna, nem? Ez csúnyább lett, mint volt. Na jó van, ezt a kalapácsot úgy látom, ezt hagyom. Támasztjuk ide. Nem tudom, ezt is írjátok meg, gyerekek, hogy ezt hogy kell használni, mert magas nekem, mint tyúknak az ABC. Ja, benzintank, azt be is rakhatnám alulra, ugye? Ez valószínű oda kell. Megnézzük, hogy mik vannak még, amit fel tudok így pattintani rá, meg gondolom azért. Na. Aha, oda. Lehet, hogy be kéne löknem. Sőt, le is engedem, és akkor belökjük, jó? Belökjük a garázsba, másik kocsiba. Csak hogy alá lássak, bár, nézzük meg. Itt be tudok nézni. Ha itt vannak a izék. Itt vannak a csavarok-e. Benzintankot jobb pár csavar fogja, itt három. Azt nézem, hogy hol van még benzintankot fogó csavar. Itt megvan, hát itt van három. Be kéne löknem, belököm gyerekek a garázsba, hogy jobban lássak. Na már, mit dönnen az öm előtt? Miért nem veszi fel? Mert, ha nincs teljesen engedve, akkor nem tudod.
Ide rakjuk. Ez is jöhet. Oké, és akkor meg, kicsit meglökjük. Bárbaze! Hogy fogom belökni, ha egyszer nem tudom irányítani, mi? Izgalmas. Nézzük, megpróbáljuk azért. Ugye ezt izélni kell, izítani kell, pillanat. Az izítás legyen meg. Na, gyorsabban! Nem hiszem, olyan hideg van itt. Gyerünk! Oké. Okay. Oké, okay, meg vagyunk. Megpróbálom betolni. Jé, jó a szélvédő. Szerevettétek? Pedig nem csináltattam meg. Gondolom, resztetelődik az ilyen dolgok, amikor... Amikor kilépsz meg belépsz, ugye csavarkulcsok is visszakerültek. Szerintem ez nem lesz jó. Nem kifejezetten jó. Hát ennek sok értelme így nem volt. Nem tudom irányítani, mert nincs kormányom. Úgyhogy a kormány szerkezetet valahogy össze kéne makizni. Jó lenne valami meló is. Ja, de ennek így nem sok értelme volt, mert nem tudom rendesen betolni, meg kéne emelnem megint csak. Meg kéne szólni az olyan alkatrészeket, amiket esetleg látom. Tudom, a tank az még a tankot lehet, hogy le is veszem, mert nem tudom megcsavarozni. Úgyhogy a tankot azt szereljük már le, fölöslegesen ne legyen ott. Gyere már ki. Az intak ott marad. Mik vannak, amiket úgy fel tudnék rakni, ugye? Azokat kéne megnézni. Például van ez a hűtőmaszk. Ezt fel tudom rakni? Aha, föl. Jó. Csavarok. Pici csavarok vannak. Nem sok darab. Gyerekek, rizit gondolkozom, hogy lehet, hogy ki kéne innen bontatni. Erősen filózok rajt. Most meg túl nem zavar, hogy ott benn van. Szóval át tudom ide akasztani? Messze volt? Elengedtem, messze volt mi? Mindegy. Hozzuk be a csavarkulcsokat. Figyeljetek nagyon, hogy nincs a izé, nincs a meló. De érdekes, hogy ennyi ideig nem jött meló. Pici csavarok vannak ott. Szóval ki fogom mondtatni vissza oda a placra. Szerintem ilyen nagyon kicsik. Ó, de nagyon eltaláltuk, jó. Nem tudom mennyi, csak kettő? Szerintem csak kettő, jó. Hát egy kicsit le van szedálva a verde, de jó van. Lökös. Front.
Ott vannak a csavarok, jó. Mekkora kell? Minkor kell használni ezt a belehajolást, ugye inkor be tudsz hajolni a cuccokba. Csak az a gond, hogy hol van a... Hol a csavar? Aha, ott. Ezt tudja, hogy nagyobb szerintem ez egy ilyen tízes talán. Nem tízes. Kilences. Nem 9-es. 8-as. Arra gondolok, hogy ez talán annyira nem nagy fogja. Aha. Kíváncsi lennék, mi lenne, hogyha ugye csavarokat nem raknád be, akkor tényleg lepotyogna, vagy hogy mi történne? Trén néz ki ez a kocsi. Gondolom lehet, hogy el kéne vinni karosszériáshoz. Azt csinálná meg az ilyen dolgokat. Hát szíja van izével hullava. Lámpát? Láttam lámpát is, várja. Menjünk sorba itt, hogy mi van még. Hátsó lökös. Hátsó lökös, hadd menjen. Mondom, ugyanazzal fogja dobni. Aha, oda. Oké. Van is csavarozom. Remélem ugyanaz a csavar. Fú, gyerekek, ez nem kis pálya azért összerakni, és főleg úgy, hogy ha nem nézel róla semmi tutoriált. Motortól félek, ugye ott nem csak azon, hogy rakd össze, hanem ott hibátlannak kell lennie. Azért egy négyütemű motornak. Na nézzük, mi van itt még. Akkor van egy ilyenünk, ez valami kormányrúd akar lenni. Nézzük. Ez valami kormányruda. Ruda téma. Nincs benne a kormányrúd, ugye? Nincsen, ezt valahol oda kell majd rakni, de most még... Te engedte volna, csak hülye helyre raktad, Keeper. És még beesett a kocsi alá. Hol a kormányrúdam? Valahol befottyant. Mindjárt. Engedte volna. Mondjuk a kormányrúd az most annyira nem... Hát de jó lenne, hogyha tudnám kormányozni. De hát fazza, nincs, nem tudom kormányozni, hogy a francba. Lampecskú. Csavar. Ez van, megint valami pici csavar lesz. Nem tudom mekkora ez. Szerintem ez egy ilyen... Ilyen tízes körüli tízesre tippelnék. Ez a durvat kiveszed, akkor pont ugyanakkor a feje van mindnek. Valamit ugyanakkorának látotta. Ja. Jó, meg kell nézni, basszus, mert... Telefon! Meló van! Ja, ez van, menj már az útból el. De nem olyan rossz, már alakul, már legalább négy kerékem van. Jó. Tuna terve vaan, että meidän tämä paska kaivo olis täyttynyt paskasta taas, että tulisitko tyhjentämään sen. Että kyllä minä maksan, ja varmasti maksan. Että kiitos vaan, jo, jos nem tudom, mit akar. Kiitos vaan. Őszinte legyek. Ide akarja, hogy menjek, mi elakadt valamibe, vagy mit beszélt, hogy húzzam ki. Hát hagyjuk a picsába. Inkább most szerelhetnékem van. Ezért fát szállítanék, vagy szippant... Jaj, ez lehet, hogy az izé volt. Jó, ez a szippantós meló. Gyerekek, menjünk már szippantózni akkor. Oda elmegyünk. Várjatok. Kell inni, meg... kell inni, meg enni. Viszont izé... hogy kellett? Ígyunk, együnk. Gyorsan már, mi futkosó Keeper.
Nem megyünk, ez szippantós munka. Van egy nagy szippantós kocsi, ugye? Nem, ő nem zártam el. Eszünk és azt húzunk a francba. Annyi, hogy... megint éjszaka lesz, hát ez nem lesz egyszerű. Viszik egy sört. Várjátok, a robogóval el kéne oda menni, de hát akkor nem tudom vinni a sört, na mindegy. Vigyünk egy sört, meg kéne enni is. Jó. Viszunk közben egy kávét, vagy nem tudom. Na, hol van a izé? Hol van a szippantós kocsim? Visszük a söröcskét. Ez azt akarja, szippantani akar. Még van ott egy másik is, az lehet, hogy fát kellene szállítani oda. Nem tudom, legalább majd megnézzük most. Ez a szippantós kocsi, ez mindig érdekel, nem tudom, hogy működik. Elvileg minden dolgot vezérelni kell rajta, ugye. Le kell rakni a csövet, minden. Ja, azt hittem, nem tudtam, hogy mi a szart akar, hogy szívjam ki. Azt hittem, hogy húzzam ki, hogy valami ízé, ki meg kell menteni, vagy valami ilyesmire gondoltam. Na, gyerekek, ezt vezetni biztos élmény lesz. Ujj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 
van benne. Ezt is ugye, azzal is lehet munkálni. Turbo Diesel gyerekek, juhúj. Várjátok, azon pilózok, ugye menteni meg nem tudok majd. Csak a izék, csak ott. Csak a házba, úgyhogy gyorsan szerintem azt csinálom, hogy mentek egyet, és akkor a következő részbe csapatjuk. Mert marha hosszú lenne, mert ugye nem fogok tudni menteni, most el kell mennünk szippantani, meg minden. Akkor asszunk egyet, hát remélem, hogy akkor még a meló meg lesz. És akkor egyből tudjuk csinálni a szippantásos melót. Reggel ugye. Ja, mert ugye nagyon fáradtak is vagyunk, meg pisilni kell, meg minden, akkor eszünk, iszunk, alszunk. És akkor teljesen kipihent állapotban meg elmegyünk, jó? Szippantos munkát vállalni. Kocsi az úgy, ahogy áll. Írjatok tippeket, hogy hogyan, miképpen érdemes dolgoznom vele. Egyébként, ha nagyon fáradtak vagyunk, most jövök rá, nem tudunk sprintelni, meg marha lassan mozgunk. Emiatt ugye. Jó, köszönöm a figyelmet. Várlak benneteket a következő részbe, és írjatok nyugodtan tippeket akkor. Jók legyetek, csáááá!